Május 17-e és 19-e között rendezték meg Perugiában a 20. nyílt Kung Fu világbajnokságot. Az eseményen 15 ország 101 klubjának közel 1000 versenyzője mutatta be tudását. Közülük hárman napkorról érkeztek a válogatottba. 12 éve még a Spirit Egyesület a szakosztályaként indultunk el napkoron. 2020-ban olyan erős lett az egyesület, hogy önállóan polgármester úrral, az önkormányzattal karöltve megalapítottunk egy új sportegyesületet, aminek a célja az volt, hogy a napkori sportéletet újra szervezze, fellendítse. Nekünk ugye profilba vágó mediból kung fu, de szerveztünk már más sporteseményeket is, sportnapokat, biciklitúrákat, egyebeket, de így folyamatos rendszeres edzés mediból és kung fu harcművészet az, ami van nálunk. A gyerekekkel 5-6 éve foglalkozunk, akik most a világbajnokságon is eredményesen szerepeltek, és napi sok edzés, hétfőn szerdán itt a művelődési házban, amit szintén az önkormányzat biztosít számunkra, úgyhogy nagy segítség számunkra az ő támogatásuk. Bár nagy elvárás nem volt a napkori versenyzőkkel szemben, Lekli Gréta, Agus Fruzsina és Lekli Zétény 5 arany, 10 ezüst és 2 bronzéremmel tért haza Olaszországból. Az elsődleges cél a versenyrutin volt, ugye ez volt az első nemzetközi versenyük is. A magyar bajnokságokon már 3-4 éve indulgatnak, kungfuból is szép eredményeket elhozva, de ez az első, amikor hosszú táv, nemzetközi verseny, nagy verseny, ahol tényleg 950 fölötti versenyzői létszám volt, és az ő kategóriájukban nem egyszer 10 fölötti létszám, 10-15 gyerek közül kerültek ki. Úgyhogy ez a sok eredmény, ez mindenféleképpen várakozáson felüli, de azért bíztunk benne, hogy lesznek szép helyezések. A 3 napkori versenyző utazásához a Nemzeti Tehetségprogram mellett a napkori önkormányzat is hozzájárult. Nagyon büszke vagyok, hogy most itt állhatok, és köszönthettem őket, hiszen polgármesteri tevékenységnek egyik legszebb pillanat az, amikor méltó elismeréseket adhatunk át, és az a 3 gyerek nagyon megérdemli, hiszen hosszú évek óta gyakorolnak, és de azt gondolom, hogy világbajnoknak lenni az egyik legjobb dolog a világon. Egy kis településnek ez nagyon nagy siker, hogy egyáltalán az, hogy kijutottak, illetve ott lehettek, de azt is megtapasztalhattuk, hogy napkoron nagyon sokan szeretik a sportot, és nagyon sokan járultak ehhez hozzá. A versenyzők felkészülését Szilágyi István mester, Szilágyi Máté mester, Badar Ágnes mester és Gazsik Gréta oktató irányította. A sport mellett kulturális program is belefért a 3 napba, Perugia óvárosi része mellett hazafelé Velence látványosságait is megcsodálta a magyar küldöttség.